Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Az elmúlt napokban több mint 30 fok fölé kúszott a hőmérők higanyszála itt Fejér megyében is, ahol másodfokú riasztást adtak ki. A szakemberek a biztonságos fürdőzésre figyelmeztetik a strandolni vágyókat. Honos Anasztázia Évától pedig megtudhatjuk, hogyan óvjuk szervezetünket a kánikulában. Szinte törölközőnyi hely sem maradt vasárnap ezen az agárdi strandon. Már vasárnap délelőtt kígyózó sor állt a bejáratnál, sokan a vízpartra menekültek a hőség elől. Többen fokozottan figyeltek egészségükre, és csobbanás előtt fényvédőkrémmel kenték be magukat. Sok folyadékot vittek magukkal, és volt, aki egyszerűen csak árnyékra vágyott, vagy egy frissítő csobbanásra. Nem csoda, hiszen a hőmérők higanyszála 34 fok fölé kúszott napközben. Szerintem bemegyünk a vízbe majd egy kicsit, aztán igazából majd alakul. De igazából nagyon szép maga a hely, meg minden, tehát jó, hát én most vagyok itt igazából először. Napernyők, minden van amúgy elkészítve. Hát a gyerekek bekenve, naptelje, meg ilyen védőfaktoros cuccal. Akkor egy kicsit pacsának a szélibe, aztán utána megyünk a vízbe. Sapka, kalap. Ez egy alapvető valami. Volt, aki nem volt tisztában azzal, hogy a hét utolsó napján a vörös kód is érvénybe lépett, de minden esetben fokozott figyelmet fordít a biztonságos fürdőzésre. Én nem is tudtam, de hát hogy nyilván fokozatosan, előbb csak szépen bevizezzük magunkat, és majd utána nem egyből bele a mélybe. A vízimentők a Velencei tó 6 strandján látnak el szolgálatot, és mindeközben hasznos tanácsokra hívják fel a figyelmet a biztonságos fürdőzés érdekében. Ilyenkor sokkal jobban odafigyelünk azokra az emberekre, akik esetleg kifeküdtek, akkor, amikor lefeküdtek, akkor bár még nem a napon vannak, de a napjárásával időközben a napra kerülhetnek, meg őket felébreszteni, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a napon vannak, és ez veszélyes lehet. Hogyha már kijöttek a vízből, akkor is azért szoktatok segíteni. Ilyenkor mi az, amivel segítitek a járókelőket, a fürdőzőket, esetleg amikor már mennek hazafelé? Hát igen, amikor kijöttek természetesen, akkor is segítünk nekik. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ugye ebbe a nagy melegbe például nagyon könnyen a kinek esetleg ránézésem is látszik, de érrendszeri problémája van, az artériák kitágulnak, picit ezáltal leeshet a vérnyomás, szédülhetnek. Ilyenkor mi ezt megköszönnénk, hogyha esetleg azok az emberek nem jönnének, akik tudnak ilyen jellegű problémáról, hiszen jobb elkerülni ezeket a problémákat, és ne nekünk kelljen ellátni őket. Nem azért nagyon szívesen ellátjuk, de kellemetlen, hogyha mentőt kell hívni mind a családnak, mind a páciensnek esetleg. Milyen balesetek fordulhatnak elő esetleg a rosszul léteken kívül? Hát a rosszul léteken kívül csak ilyen felületi hámsérüléseket szoktunk ellátni szerencsére, tehát akik a tömeg miatt nem türelmesek, és a köveken jönnek ki, azok megbillennek, a lábukat, talpukat elvágják, hát ilyen surlódásos felületi. Mennyien vannak egyébként ilyenkor a strandon, hányan vannak körülbelül? Hát olyan, csak satszolni tudom, 1000 fő biztos, hogy van. A vízimentő arra is felhívta a figyelmet, hogy felhevült testtel nem szabad egyből csobbanni, valamint fürdőzés előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, de fontos, hogy bőséges folyadékot fogyasszanak a strandolók, valamint aki szív- és érrendszeri megbetegedésben szenved, fokozottan figyeljen egészségére, és tartsa magánál gyógyszereit. A hőség bőrünk és a szervezetünk számára is vészhelyzetet jelenthet. Az elmúlt napokban tikkasztó forróságot tapasztalhattunk. Fejér megyében másodfokú riasztást rendeltek el. A leégés mellett hőgutát is kaphat az, aki huzamosabb ideig van a napon, de egyéb problémát is okozhat a meleg. Így tehát ebben az időszakban 11 és 15 óra között érdemes hűvösebb, klimatizált helyen tartózkodni, de a folyadékbevitelt is érdemes megduplázni. Néhány perccel a rendelési idő után érkeztünk ebbe a Kelemen Béla utcai rendelőbe, ahol már csak pár perc.
páciens várakozott. Volt, aki szív- és érrendszeri megbetegedésével kapcsolatban kereste fel házi orvosát, hogy mit tehet egészsége érdekében ebben a hatalmas hőségben. Az elmúlt napokban ugyanis bőven 30 fok fölött volt a hőmérséklet, és ilyenkor testünk is jelzi, hogy veszélyben lehetünk. Aki teheti, ebben az időszakban nem hagyja el a lakást sem. Úgy védekezek, hogy sok folyadékot iszok, üstre megyek, és benn vagyok a lakásban legtöbbet, hogy ne kapjak napszúrást, szóval nem bírok ki lenni a napon, mert a vérnyomásom nem bírja. Én így védekezek, hogy rengeteg folyadékot iszok. A forróság nagy veszélyt jelenthet szervezetünknek. A házi orvos azt mondja, fontos, hogy a déli órákban hűvös helyen tartózkodjunk, és a kánikulában még több folyadékot tartsunk magunknál. Honos Anasztázia Éva kiemelte, ebben az időszakban különösen figyelnünk kell magunkra és embertársainkra. Hőségriasztásra akkor beszélünk, amikor a hőmérséklet napi átlagértéke olyan magasra emelkedik, hogy az emberek nagy részénél várhatóan ez valamilyen egészségkárosodáshoz vezethet esetleg. Ezért én azt szoktam tanácsolni a pacienseimnek, hogy a déli órákban hűvös helyen tartózkodjanak, és délelőtre mindenképpen sötétítsék be a lakásukat, hogy nem elegedjen fel, illetve az egyedül élők vannak különösen veszélyben, úgyhogy gondoskodjanak a szomszédaikról, illetve azokról az embertársaikról, akik egyedül élnek, hogy megfelelő mennyiségű folyadék, illetve víz álljon a rendelkezésükre. Milyen hatással van a meleg ránk, mit okozhat ez a szervezetünkben? Például a magas vérnyomásos betegeknél, illetve hát minden embernél vazodilatációt okozhat, tehát kitágulnak az erek, úgyhogy leeshet a tenzió. Úgyhogy ilyenkor valamilyen glükóztartalmú folyadékot jó, hogyha magukhoz vesznek az emberek. A kánikula miatt az átlagosnál jóval több rosszul létről érkezett értesítés a mentőszolgálathoz vasárnap. A mentők is nyári üzemmódra kapcsoltak, az lehet így fogalmazni, természetesen teljes kapacitással állunk készenlétben, és ez sajnos nem azt jelenti, hogy a mentőállomásokon várják a riasztást a kocsik, hanem gyakorlatilag folyamatosan vonulnak egyik címről a másikra. A hétvégén körülbelül olyan 300 esetet láttak el a Fejér megyei kollégáim, illetve volt jó néhány olyan eset, amelyik már a meleggel volt összefüggésben, körülbelül olyan 15-20%-kal nő meg ilyenkor a mentők eset száma, pontosabban a rosszul létek száma, és ahogy a kánikula tartósul, úgy bírják ide nehezebben azok, akik mondjuk szívbetegek, idősek, valamilyen alapbetegséggel küzdenek, úgyhogy továbbra is él a figyelmeztetés, de egyre inkább, hogy vigyázzon mindenki magára, és vigyázzon azokra, akik magukra nem tudnak annyira vigyázni, gondolok itt az idős emberekre, folyadékpótlásra, illetve a kisgyermekekre, akiket védeni kell a közvetlen napsugárzástól, és itatni kell őket szinte folyamatosan. A meleg pedig marad, így továbbra is fokozott figyelmet igényel szervezetünk. A folyadékbevitel a nap minden szakában nagyon fontos. Aki kint tartózkodik, keressen árnyékot, a rendszeres gyógyszerszedők pedig mindenképpen konzultáljanak orvosukkal. A meleg ugyanis a gyógyszerek hatását is módosíthatja. Fehérváron szinte minden sarkon találunk hűsvízű ivókutat, de klimatizált helyiségekben vagy párakapu alatt is hűsölhetünk, vagy egészen estig strandolhatunk. A Városgondnokság pedig megkezdte a főbb útvonalak és a lakótelepi utcák locsolását Székesfehérváron. Hétfőn délelőtt indult első nyári locsoló körútjára a Városgondnokság tartályos autója. Napközben locsolják a lakótelepi utcákat, valamint a belvárost és környékét. Napközbeni órákban csináljuk egészen délutánig. Ez egy úgy gondolom, hogy fontos dolog, mert egy picit próbáljuk a hőmérsékletet párásabbá tenni, elviselhetőbbé tenni. A Városgondnokság a nyári időszakban fokozottan figyel a közterületen lévő ivókutak és diszkutak zavartalan működésére is. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy az ivókut való ivásra, a diszkut nem. A diszkutba igazából nem ajánlott a fürdés sem, sőt, hát a házi állatok itatása sem, mert ezek kezelt vizek. Tehát erre kérem, hogy mindenki figyeljen. A belvárosban szinte minden sarkon találni hűsvízű ivókutat, sőt a nagy hőségre való tekintettel a Fehérvíz idén is felszerelte a tűzcsapokra az ivócsapot. Ami még fontos, hogy a Csitári GM úszodát
azt este 8 óráig fogjuk üzemeltetni a mai napon, addig, amíg nincsen visszavonva a hőségriadó, hát ugyan még vörös kód van, tehát nincs még igazából a hőségriadó elrendelve, de úgy gondoljuk, hogy a napi hőmérséklet olyan magas, hogy ezeket az intézkedéseket már a mai nappal megkezdjük. És még egy dolog, amit szeretnék mondani, hogy a Liszt-Ferenc utcába helyeztünk el egy pára kaput, aki arra közlekedik az ő felfrissülésük érdekében. Több helyen is felfrissülhetünk a városban, például a tűzcsapokra szerelt ivókutaknál. Ezekkel együtt összesen 40 helyen vehetünk magunkhoz ivóvíz minőségű vizet, ivókutakból, illetve közkutakból, a belvárosban és a külvárosban is. A városi strand hűvös medencéiben munka után is lehet csobbanni, ugyanis a kánikula miatt hosszabb nyitvatartással este 8-ig várják a felfrissülni vágyókat. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérleg, de tartsanak velünk továbbra is. Jó éjszakát, viszontlátásra!